2014. szeptember 12-én nyílt meg egy vadonatúj kiállítás a Közlekedési Múzeumban, mely a repülőszerkezetek a polgári és tudományos repülésben című témát dolgozza fel. Válogatott össze Gábor abban a rengeteg felvételben, amit az elmúlt másfél évben készített. Légifotós munkájával adódóan Magyarország számos kisebb-nagyobb rendterén megfordult, és szerencsénkre nem csak függőleges tengeri mérőképeket készített ezen számra, hanem arra is jutott energiája, hogy a környezetében felbukkanó érdekes repülő szerkezeteket, vagy már csak azok maradványait nem cserélte kapja. Mi a kiállítás célja? A kiállítás célja az, hogy megszeretesse a kisgépes repülést és az embereket, mert nagyon sok embernek ugye a nagy Boeingek jutnak, meg az Airbusok jutnak eszükbe először erről a témáról, és szeretnénk bemutatni azt, hogy vannak kisebb repülőgépek is, amelyek nagyon hasznosak is tudnak lenni ugyanakkor, ugye mezőgazdaság, légifényképezés, térképészet. A múzeum az a hely, ahol a repülőgépek, hogyha kiöregszenek, és belőlük is az értékesebb darabok bekerülnek, és arra gondoltuk, hogy hozzuk be egy kicsit a repülőteret is, és a javítóműhelyeknek a világát, ezt a hangulatot, és ezt leginkább fényképekkel és alkatrészekkel lehetett megteremteni. Szabó Attilával hoztuk össze ezt a kiállítást, mondhatom közösen, aki a repüléstörténeti résznek a vezetője, és a kiállítás egy év alatt nyert el a végleges formáját. Milyen célból rendezték meg pont ezt a kiállítást? A Petőfi csarnok, ahol ugye az emeleti részen a repüléstörténeti és űrhajózási kiállításunk általában májustól őszelejéig tekinthető meg, az most szeptember végével bezár az időjárás lehűlése okán, és szerettük volna azt az időtartamot kitolni a látogatóink számára, akik a főépületbe érkeznek, hogy még repüléssel kapcsolatos anyagot megtekintessenek, és így miután ez a kiállítás most szeptember 12-től november 2-áig található majd ezen a helyszínen, ezért egy ilyen plusz egy hónappal tudtuk ezt a kérést teljesíteni, tehát egész októberben is, még ha nem is a repülési gyűjtemény anyagát, de repüléssel kapcsolatos felvételeket és tárgyakat megtekinthetnek a főépületbe érkező látogatóink. Azért jöttem el, mert 17 éves korom óta repültem, 60 éves koromig, és a tisztiskolán meg ott tanultam, ott tanultuk ezeket a légifotózást mind. Volt egy idős oktató, még a második világháborúban repült ilyen nagy géveken, akik ilyen légifelvételeket csinálták, ők oktattak minket. És emlékszem rá, hogy valahogy nem fűlt a fogunk nagyon hozzá, mert olyan távol elsőnek tartottuk tőlünk. Hát mi nem légifotósok leszünk, hanem vadászpilóták, meg bombázom, meg ez, de meg kellett tanulni, de érdekes volt. Úgy aztán volt, amit tudtunk belőle hasznosítani, volt, amit nem. Úgy aztán az érdeklődés megmaradt bennem, mióta nyugdíjban vagyok azóta is. Ismerős dolgokat is láttam, például ezen a képen, ezek a Mi-24-es helikopterek, ezek mind voltak a kezem alatt. És az utolsó 20 évemben tökölöm voltam a gyárba, PG-be berepülő pilót, és minden helikopter, ami a magyar légierőben volt, meg külföldiekkel is, a varsói gépekkel, mindent repültem. Ami talán az egyik legértékesebb darab, ami jelenleg kiállításra került, egy olyan mérőkamerának a filmtartó magazinja és az eredeti filmje, ami a második világháború kezdeti időszakában készült. Ez egy olyan fényképezőgép, amit a repülőgépnek a hasaljába szerelnek be. A repülőgép alján van egy lyuk, és onnan fényképez lefelé. Ez egy világháborús darab. Benne van még az eredeti film is. Ez a kamera annak köszönheti a fennmaradását, hogy oktatási célból megőrizték. 40 éve nem látta senki egy dobozban hevert, és most ezen a kiállításon be tudjuk vele mutatni a szakmának a korai szakaszát. Ez a felvétel konkrétan egy Duna felmérésünkből egy részlet, a Tasi Zsilipet látjuk rajta. Azért ezt a felvételt választottam, mert itt nagyon sok mindent megfigyelhetünk. Cianobakter szennyezéstől kezdve olyan medervizsgálatokat is, amelyek rámutatnak arra, hogy ezek a felvételek milyen sokrétűen használhatóak. Ez a felvétel egy térkép, ötvözi a részletgazdag fényképeknek az előnyös tulajdonságait, hogy sok mindent látunk rajta, és a térképek pontosságát. Innentől kezdve az itt látható jelenségeket meg tudjuk keresni a terepen, meg tudjuk oldani azokat a problémákat, amit a felvétel.
más dolog térképekhez fényképezni, mint azt lefényképezni, hogy hogyan is repültek, vagy fényképekben összegyűjteni, hogy milyen is a magyar repülős történelem, nem? Igen, teljesen más. Ugye az előző az egy hivatás, a második pedig inkább egy hobbi. Az ember a szabadidejéből, a hivatalos útjai során szerzett tapasztalataiból épít fel egy ilyen kiállítást. Nekem meg volt az a szerencsém, hogy mint hivatalosan, mind a szabadidőmből jártam repülőtereken és olyan javító üzemekben, ahol találkozhattam nagyon kedves emberek, akik lehetővé tették ezt, hogy ez az anyag összeálljon. Gábor, ugye a Közlekedési Múzeum tudom, hogy sokszor fogad be kiállításokat. Ez tulajdonképpen az ön személyes gyűjteménye? Nem egészen, mert itt nagyon sok vendégtárgy is megtalálható, tehát nem csak az én fényképeim.